A 2023-as évet is gazdag programkínálattal indítja a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Ebben az esztendőben két jeles évforduló is zajlik. Egyebek mellett a himnusz megírásának és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját is idén ünnepeljük. Ezek kapcsán az intézmény január 19-e és 25-e között a Magyar Kultúra hetének keretében készül számos eseménnyel. Színházi előadások zajlanak, kiállítás zajlik, gyermekrajz kiállítás zajlik a házban. Január 12-én a Doniátor is 80. évfordulóját ünnepeljük, illetve emlékezünk vissza a tragikus eseményre. Január 19-én immáron 20. alkalommal kerül megrendezésre a Mészöly Miklós emléknap, amelynek a Művészetek Háza tud otthont adni ebben az évben ismét. Emellett a színházi évadok is folytatódnak, majd január 29-én vasárnap egy újévi koncertre is sor kerül. A Budapest Jazz Orchestra kiváló vendégművészekkel, Polyák Lillával és Gájer Bálinttal érkezik. Azt hiszem, a korábbi évek hagyományát ezzel folytatni tudjuk, hogy egy nagyon színvonalas program nyitja meg a kulturális évadot ebben az évben is. Az igazgató az év második hónapjának színdarabjairól is beszélt. Február 12-én kerül sor a Dériné program keretében a Kincskereső Kisködmön című színmű bemutatójára. Február 27-én pedig a közönség a Charlie Chaplin Nagyvárosi Fények című darabot láthatja.